Műsorunk támogatója a Hargita népe. Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Gyergyó Szent Miklóson vagyunk az én konyhámba, és cukkiniből fogunk készíteni sokféle ételt. Hát, ha jól számoltam, legalább ötfélét. Tehát a munkálatokat a cukkini előkészítésével kezdjük. Mondtam, hogy többféle ételt készítünk. Hát éppen ezért édesanyám kertjéből hoztam ezeket a gyönyörű cukkiniket, és ez most annak apropóján lesz, hogy az utóbbi időkben igen sokan kérdezték tőlem, hogy mit lehet készíteni cukkiniből főzeléken és rántott cukkinin kívül. Na hát akkor most megmutatjuk. Fogunk készíteni kétféle levest, fogunk készíteni egy érdekes fasírtot, és fogunk készíteni egy vegetáriánusoknak való fasírtot cukkiniből, és fogunk készíteni még egy desszertet is. A munkát pedig a cukkinik előkészítésével kezdjük. Hát ehhez meg kell hámozzuk a cukkiniket. Azzal kezdjük, hogy levágjuk a két végét. Itt most egyelőre a cukkini előkészítésével foglalatoskodunk, amihez szép vékonyan meg kell hámozni a cukkinit. Na tehát a cukkiniket megpucoltuk, és most el fogjuk osztani, hogy melyik részéből mit készítünk. Na hát egyszer is ezt a keményebb részét levágom, mert ebből lesz, ezt felkockázzuk a leveshez. De itt úgy látom, hogy még lesz egy karika, amiből a belsejét kiszedjük, mert ide a helyébe fasírt masszát fogunk tölteni, és lesz belőle egy ilyen érdekes bepanírozott fasírt, aminek a karimája az cukkini. És amint látják, ezt egy edénybe gyűjtögetem a közepet, azért, mert abból lesz a leves. Ebből még vágok két karikát legalább. Úgy ezeknek a belsejét is kiveszem. Ezeket pedig ide pakolom, mert meg fogjuk sózni, hogy egy picit puhuljon a sótól, illetve a fölösleges levét azt engedje ki. Úgy. És akkor ezt félre is tesszük, mert ebből lesz a fasírt, és ez addig megvár, amíg majd a fasírt masszát elkészítjük, de előtte még a levesünkhöz gyűjtünk ilyen keményebb cukkini részeket, úgyhogy a másik végét is levágjuk. Ketté vágom, és teszem a levesbe, mert bőven lesz masszánk elég. És akkor a cukkiniket ketté vágom, és ezeknek is kikotorjuk a közepét, de itt már látjuk, hogy a maguk nagyon ki vannak fejlődve itt ezeken a részeken, úgyhogy ezt nem tesszük a leveshez, csak ott, ahol puhák a magok, ezt ide félre tesszük. Úgyhogy csak a kemény húsa maradjon meg. A cukkinik nagyjából elő vannak készítve, itt hátul, amiből lesz a fasírt, itt vannak a kotorékoknak a java. Hát ehhez még hozzá teszünk, feldarabolunk csak úgy találomra még egy fél cukkinit, azért, hogy legyen valami száraz anyag is ebbe a levesbe, mert hanem semmi nem lesz. Maga a tök sűríti, illetve a tejföl, és egy kis
tojássárga, illetve ezeknek a széleit fogjuk még beletenni, kockára vágjuk, az lesz a levesbetét a leveshez. Még egy kevés hagymát fogunk hozzátenni. És akkor mutatom is, hogy hogy fog ez történni, hogy kockára vágjuk. Tehát igyekszünk minél egyformább kockákat vágni, ha nem sikerül nagyon pontosra, nem baj. Csak a szépeket hagyjuk meg, mert azt egy pici vajon megpirítjuk, és belekerül a levesbe. Itt van a leveshez a cukini. Elmondanám, hogy bármilyen tökféléből lehet ezt készíteni, tehát jöhet ez csillagtökből, rózsatökből, patiszomból, ki ahogy ismeri, vagy sima laskatökből, abból a szép fehér héjú tökből is lehet ezt a levest készíteni. Ehhez más nem is teszünk hozzá, egy kevés hagymát. Hát ennek a hagymának fele elég lesz, a másik felét tesszük a gombóchoz. Ugyanis, amint az elején elmondtam, hogy kétféle menü lesz egy vegetáriánus menü, és lesz egy nem vegetáriánus. És akkor a nem vegetáriánusoknak gombóc lesz a levesbe, a vegetáriánusoknak pedig lesz ez a tökmag, azt viszont megpirítjuk, illetve mindkettőben lesz ilyen kockára vágott cukkini, és mindjárt mutatom azt is, hogy azzal még mit fogunk csinálni. Tehát a gombócnak szerintem egy ennyicske hagyma elég bőven. Úgy, ez még a levesbe. Mind. És teszünk egy kevés sót. És feltöltjük vízzel, majd oda tesszük főni. Na látjuk, nincs sok víz benne, amennyi épp ellepi. És akkor ez itt főjön. Természetesen lefödjük. Most elkészítjük a gombócokat, amíg a leves fő. Hát a gombócokhoz egyszer is kell a tojásnak a fehérje, amit ide beleügyeskedünk. Mivel, hogy kevés a gombóc masszát, itt körülbelül egy 20 dekányi hús van, teszünk bele egy evőkanálnyi zsemlemorzsát, ból nem szabad sokat tenni, nehogy nagyon kemény legyen a gombóc. Egy kis borsot tekerünk rá, sózzuk, és vágunk hozzá egy kevés kaprot. Megvágjuk szép apróra. És ezt a kaprot is beletesszük. Összegyúrjuk a gombóc masszát, amiben ugye a tojás fehérjét tettük belé, egy kis hagymát, kaprot, borsot, sót. És akkor megformázzuk a gombócokat, és felhasználásig félretesszük. Ilyen ügyes kicsikéket készítünk, és abba a tálikóba belerakjuk. Itt a fasírt masszát állítjuk össze, itt a hús van benne, hát ez körülbelül egy olyan 40 dekányi őrölt disznóhús, illetve van egy krumpli, amit késes aprítóba összezúsztunk, ehhez még jön egy szelet tejben áztatott kenyér, amit kicsavarunk, és úgy adunk hozzá a fasírt masszához. Egy gyúráskor ez úgyis össze fog állni szépen. Akkor teszünk bele egy tojást, törünk bele két cikk fokhagymát, sózzuk, és
és borsozzuk, és összedolgozzuk. Ezzel fogjuk mindjárt betölteni a cukkini karimákot, amit előkészítettünk, besóztunk, de előtte megcsináljuk a krémlevesnek az alapját, illetve a levesbetéteket a leveshez. A cukkinink megfőtt, és elég sok levet engedett, úgyhogy a fölösleges levét le fogjuk tölteni, csak annyit hagyunk benne, amennyi föltétlenül szükséges a pürésítéshez, mert itt a benne maradt húsát azt pépesíteni fogjuk. A levest azt turmixoltuk, a benne lévő cukkinit pépesítettük, most oda tesszük főni megint, de töltünk hozzá egy kevés vizet még, hogy legyen több levesünk. Tehát ezt most főzzük. És közben itt ezen a serpenyőn a tökmagot megpirítjuk. Ez lesz a vegetáriánus cukkini krémlevesnek a levesbetétje. A pirított tökmag kész, akkor most egy kis vajon meg fogjuk párolni ugyanabba a serpenyőbe a kockára vágott cukkinit, mert ezt visszatesszük majd a levesbe. Két lábasba külön dolgozunk a kétféle levessel, és ezért ezt a cukkini pépes levet át is töltöm ebbe a kis lábosba, mert abba fogjuk készíteni a vegetáriánusoknak. És ebbe a másikba viszont bele fogjuk tenni a gombócokat. Ehhez most már felhúzzuk a tüzet egy picit. Ha a gombócok kifőttek, akkor beletesszük ezt a pirított cukkini kockát, amire tettem egy kis kaprot, de a levesbe még fogunk tenni kaprot, mert a cukkini nagyon szereti a kaprot, még egyáltalán mindenféle tökféle a kapora fűszere. És ez egy jó nyári gombócos leves lesz, tesszük bele a havarást, majd még egy pici citromlevet, és már lehet is enni. Azért kerül gombóc, mert a székely ember az úgy szereti, ha van valami harapnivaló is a levesbe. Levesünk gyakorlatilag kész van, most hamarabb behabarjuk a vegetáriánusoknak szánt levest. Ebbe tettem egy kevés kaprot, egy kicsit a tojássárgájából és egy evőkanál tejfölt, amit hígítani fogunk egy kis levessel, majd az egészet visszatöltjük a levesbe, és úgy felforraljuk. Ugyanebben a tálacskában elkészíthetjük a másik leves habarását is, hiszen azt el lehet készíteni nyugodtan, de már nem forraljuk, és ezt sem forraljuk tovább. Ebben még esetleg egy pici citromlevet fogunk tenni a végén, de azzal kész van, és ki is kapcsoljuk, mert ha a tojás sárgájával felfő, akkor összecsomósodhat a leves. Ide is beletesszük a gombócos leveshez a cukkini kockákat,
Az nem baj, hogyha vele együtt fő addig, amíg a habarást elkészítjük. Majd behabarjuk ezt a levest is. Addig még főhet, és készítjük ennek is a habarást, ugyanúgy, mint az előbb. Így jöhet bele a tojás, a tejföl, és majd a forró leves. Krumplit hámoztunk, ebből készítünk egy krumpli főzeléket, amihez a krumplit ilyen kerekre vágjuk. Hozzávágunk majd még egy pici hagymát, babérlevelet teszünk bele, majd rántással besűrítjük. Elérkezett az idő, hogy megtöltsük a cukkini karikákat, és bepanírozzuk, majd olajba kisüssük. Hát ehhez a fasírt masszából veszünk egy adagot, benyomjuk ide a karikának a lyukjába, a közepébe, így elnyomogatjuk a két oldalán, és lisztbe, tojásba, majd prézlibe forgatjuk. A cukkini karikákat betöltöttük fasírtal, bepaníroztuk lisztbe, tojásba, prézlibe mártottuk, a maradék fasírtot pedig megformáztuk, és most következik az, hogy mindent megsüssünk. Egyszerűen forró olajba tesszük, és mindkét oldalát szép aranybarnára pirítjuk. Közben elkészült a krumpli főzelékünk is, amit egy kis teljes rántással sűrítettünk be. Hát ezt én külön nem mondtam, mert egyszerű a teljes rántást készíteni. Tehát ugyanúgy pirítjuk a lisztet egy pici olajon, piros paprikát adunk hozzá, és hideg tejjel töltjük fel, és azzal rántjuk be a főzeléket. Tehát az kész van, még egy pici borsot tettünk bele. És most következik az, hogy lereszeljük a maradék cukinit, mert ennek egy részéből palacsinta lesz, és egy nagyon kevés részéből pedig sütünk tócsnit, lepcsánkát, ki hogy ismeri a vegetáriánus vendégnek, mert ugyanabból a főzelékből ehet ő is, amiből mi. Tehát ezt lereszeljük, aztán tojást, cukrot, sót, lisztet adunk hozzá, de menet közben mondom. Bekavartuk a cukkini palacsintához a tésztát, két tojást tettünk bele végül, sót és lisztet. Tehát lisztet annyit, amennyit felvesz, tehát a cukkininek van leve, és amennyit a leve felvesz. Akkor most kanállal fogjuk formázni a forró olajba, és úgy sütjük. Itt már forrósodik az olaj. A kanalat egyszerűen belemártjuk, és akkor úgy veszünk egy kanálnyi masszát, amit beleteszünk a forró olajba, és itt igazítjuk meg
pogácsa formájúra. Mondtam, hogy a vegetáriánus vendégnek is készítünk feltétet a főzelékhez, mégpedig nagyon egyszerűen, hogy ugyanabból a tócsnyi lepcsánka tésztából tésztához hozzáadunk egy fokhagymát, beletörjük így szépen, úgy. Tekerünk rá egy kis borsot, összekavarjuk, és már is sütjük tovább. És ez lesz egy ilyen fokhagymás tócsni, borsos, ami kitűnő feltét a krumpli főzelékhez. És ezt is ugyanúgy megsütjük, mint a palacsintát. Csak ez sós lesz. Na hát elkészültünk a finom ebéddel. Ugyanazt a levest elkészítettük vegetáriánus változatba is. Arra még szólunk egy kis pirított tökmagot, amit a film elején pirítottunk. Ez lesz a levesbetét. A nem vegetáriánusoknak húsgombóccal készítettünk, hozzá készítettünk egy krumpli főzeléket, cukkini karimában panírozott fasírtal, illetve lett egy néhány közönséges fasírt is, illetve ugyanazt a krumpli főzeléket egy ilyen borsos, fokhagymás cukkini tócsnival kínáljuk a vegetáriánusoknak. És mindenki desszertként fogyaszthat cukkini palacsintát, ami teljesen hagyományos étel. Én édesanyámtól tanultam, ezt még leszórtuk fahéjas porcukorral. Ezeknek az ételeknek a receptjeit meg fogják találni valamelyik soron következő székelykonyhában. Ha velünk tartottak a főzésben, jó étvágyat, a viszontlátásra!